Motoros, egy dorált típusú hajó, ezeknek a lóerője adatai nagyon-nagyon magasak, tehát egy 500 lóerős motorokkal rendelkeznek, és már is jön a két síző. Két réten, két lábbal. Itt meg kell küzdeni a hullámokkal. A versenyeken 18,5 méteres kötéllel versenyeznek a versenyzők. A folk versenyek esetén rövidítik a kötél hosszúságát, általában 2 méter. Egy tapsot a két versenyzőnek. Úgy látom, Bencsi Kapuka az egyik versenyző. Tehát két eszka, két láb. Nagy erővigyázatosságot igényel a versenyzők, tehát látunk olyan képeket, hogy lemerül a lét. Egy 50 lóerős Yamaha motort látunk majd, és már is érkeznek. Érkezik a motoros, már is a Tiszavirág híd alatt látjuk őket. A vízipán kettős falunk, tehát számítunk arra, hogy esetleg a 20. fának ütközik esetleg a vízipánk, hogy ne lukadjon ki, ne legyen probléma belőle. De a vízipánk mellett látunk, illetve találkozhatunk banánformával is. Köréveket ér le a motoros. Egy láb, egy síléc, két lábon. Bencsi Péter, ő egyben oktató, mint sír területeken, mint vízisíve otthonosan mozog. Tehát Kecskemét a legközelebbi a lehetőség. Úgy tudom, vannak szólók, akik az elmúlt időszakban voltak Kecskeméten, kipróbálták ezt a nagyon látványos sportágat. Tehát most lehet látni, egy tapsot a versenyzőknek. Hajrá! Ilyenkor a motoros által keltett hullámúgy viszonyul az ugróhoz, mintha rámpát ugrana, tehát elég kemény a hullám, és hogyha egy 50-60 cm-es hullámra lehet ugrani, akkor szép látványos nagyokat lehet ugrani. Ilyen is szívos kibocsátással rendelkeznek, tehát környezet kímélők egy tapsot a versenyzőknek.
Magyarországon bajnokságot rendeznek vízi sportba, tehát fordulók után összesített eredmények vannak a magyar vízi sportolók között, a vízisízők is, a főleg a jetskizők európai gimnáziumhoz tartoznak, több Európa, különböző világkupa futamot rendeznek magyarok. Integetnek a lányok, bravo lányok! Két és volt éve, két kislány hátunk, saját építésű családi autó, motorral. Ehhez a sportot erős, feszes törzsdombbal kell rendelkezni, mert lehet látni, hogy elég nagy fúzióerővel szemben dolgozik el a versenyzőnek, tehát nagyon lényeges az erős hátszombizóta. Magyarországon ezek a sportágak a rendszerváltozás után, tehát a 90-es évektől kezdtek felfutni. Nagyon sok külföldről behozott hajótest, motor került Magyarországra be. Tehát két monosít látunk, egy léc, két láb, lehet a jobbos vagy ballos. Egy tapsot kérünk a két vízisízőnek. Hajrá, csak így tovább! Ez volt a vízisíző bemutatója. Lehet szépen látni, hogy a vízisi csőre kint magasan a vízfelületén siklik. Külsőjében. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az est további programjaihoz jó szórakozást kívánok. Amit látni fognak, hogy mindenki gondolom hallott a híradásokból, a különböző médiákból arról, hogy most Afrika, főleg keleti részében eléggé elterjedt a kalózkodás, illetve a terrorizmus. Mivel a zászlóink képes mind földről, vízből és szárazföldről végrehajtani feladatokat, ezért most egy viszont láthatom a parton. Ők a 88-os zászlóvajnak a tanyáim, a 34-es zászlóvaj és a 88-os zászlóvaj nagyon sok közös műveletet hajt végre, mert mi a 34-es zászlóvaj feladatait sokszor csak támogatással, külső támogatással tudja végrehajtani. Az előjáratról és a felderítéstől kapott információk alapján arra számítunk, hogy ezen a folyó szakaszon fog az a fehér hajó elmenni, elhaladni, amit a terroristák elfoglaltak. A 88-as zászlóvaj katonái előzetesen kijuttatásra kerültek. A zászlóvajhoz bekerülni alapvetően belső toborzással lehet, tehát ez azt jelenti, hogy más alkalmakból jelentkezett személyek kiválasztó felmérő foglalkozáson vesznek részt. Ez a kiválasztó felmérő foglalkozás 10 napos rendezvény, ez igen igénybe veszi az embert, mind fizikailag, mind pedig mentálisan, hiszen alapvetően 3 nagy részre van ez felosztva, egy fizikai része, ahol menetelnek, akár
10-20-30 kilométert is kelésolvással, viszont annál több feladat végrehajtással. Éjszakai érdekességekkel, meglepetésekkel a képzők részében. A második része alapvetően egy kereton tájékozódás, ahol mérik a katonáknak a tudását, alakulását, amiben fejeszteni, illetve a harmadik része az pedig ilyen csapatépítők jelentemű tréning. Aki elvégezte ezt a 10 napos felkészítő foglalkozást, és a folyamatosan felügyelő pszichológusok is azt mondták rájuk, hogy igen, hogy alkalmas, különleges művelet a katonának, utána kezdődik meg a felkészítése, az alapfelkészítése. Ez majdnem egy éves felkészítés, attól függően, hogy milyen szakosodást választanak. És utána kerülhet csoportban, mint mondtam. A zászlóalj képes földről, vízből és vízen, illetve szárazföldön végtelenül feladatait. Mint ahogy most éppen látják minket, ugye három gabancsúlyokon van csoportom, és keresik azt a fehér hajót, amit a kalózok nem foglalkoznak. A zászlóaljban vannak ejtőerő képességgel rendelkező katonák, buvák képességgel rendelkező katonák, illetve rendes, hagyományos gépjárműves végrehajtással rendelkező katonák. A zászló egy saját felkészítésüket is képes. A 34-es zászlóalj katonáinak egy része pedig el fogja foglalni a hajót. Nyilván ez nem egy olyan egyszerű feladat, hiszen mozog a hajók alatt a víz, eléggé nehéz ingó-ringó talajon, a vizen átmenni egyik hajóra a másikra, illetve ugye azt még nem tudja konkrétan a csoport, hogy van-e esetleg bárki is a hajó belsejében, aki mondjuk még nem jött ki, vagy nem mert kijönni, vagy pedig arra vár, hogy meglepetésszerűen megtámadja őket. Látható, hogy most másznak a hajóra, és próbálják meg, illetve nem próbálják meg, hanem ténylegesen el is foglalják. Ugye két irányban párhuzamosan, egyrészt a hajó tetején, illetve magában a hajótest belsejében hajtják végre a feladataikat. Nyilván ők a két csoport, amit látnak, két olyan csoport, amit látnak, kapcsolatban van egymással, és folyamatosan adják egymásnak a jelzéseket, hogy melyik az a terület, amit átvizsgáltak, melyik az a terület, amit megtisztítottak, és melyik van még előttük. Nagyon fontos az információáramlás ilyen esetben, nehogy előforduljon például barátodűz, nehogy egymást nőjük le, vizsgálják, átnézik bármiféle olyan információ után, legyen a személyokmányok, különböző enyémokmányok, amiből plusz információkat lehet kinyerni, azért, hogy az átlagolt saját felnérítő szerveinknek még több célpontot esetleges Yeah.
Helsinki felé nézünk, már is megjelent a legenda a levegőben egy JAK 52 típusú repülőgéppel, fedélzetén Vári Gyula világbajnokkal. Egyébként ez egy teljesen fél építésű repülőgép, egy 90 engeres csillagmotorral az orrában, 360 lóerővel. Jobbról igen, a füstbe, smoke on, ahogy a repülőmodalát közölt a kapcsolat, így van, ezt látja, hallja, és már is egy függőleges figurával kezdi a programját, Vári Gyula úr. És azt hiszem, most mindenki szerintem álljon fel, fényképezőgépet készítsük, mert most mondja a repülésvezető kollégám, hogy el fog köszönni Gyula. Most szerintem álljon fel mindenki, és integesen is tapsoljon, mert fát minket. Így van, ez a repülés, az elköszönés. Köszönjük szépen, Vári Gyula. Nagyon szépen köszönöm én is a figyelmet. További szép napot, kellemes időtöltést kívánok. Viszont, látásra.